in goal. Welcome to the Premier League. This young man has everything. We're going to make history. Incredible. Hunter. My name is Alex Hunter. You don't know me, but believe me, you soon will. Szevasztok, sziasztok srácok, én Imi vagyok, ez pedig itt a FIFA 17 Journey következő epizódja. Azt hittem, hogy egy szomorú hírrel kell kezdem, de szerencsére nem annyira. Ugye a YouTube özenőfalamra kiírtam, hogy volt egy kis amatőr baki, nem volt bekapcsolva a live-okat, próbálkoztam csinálni, és ugye azáltal csak azt állítottam be ideiglenesen, hogy csak egy bizonyos képet rögzítsen az OBS, és elfelejtettem beállítani azt, hogy a kijelző is felvételre kerüljön, így felvettem a következő FIFA meg karrier meg a Journey részt, úgyhogy bizony nem volt bekapcsolva a kommentár, illetve a kommentár, de a kép, szóval nem volt bekapcsolva a kép, de most már erre is sor került, szóval bekapcsoltam a képet, srácok, és akkor újra nekifutunk, szerencsére nem maradtunk le semmi olyanról, csak kettő vagy három átvezető videóról, de kettő volt, azt hiszem meg az első edzésről, mint Fulham játékos. Annyi volt, hogy egy picit szomorkodott Hunter, nagyfaterme megvigasztalta, hogy ez még nem a világ vége, kölcsönbe küldtek minket, nem végleg el. Igazából azt mondta, hogy használjuk ki ezt a lehetőséget, és ne felejtsük, hogy annó például David Beckhamet is kölcsönbe adták Prestonba. Ott vált belőle igazán híres, jó futballista, úgyhogy ne adjuk föl, gyerünk tovább, harcolni kell, és ugye kiderült, hogy Danny Williams-el bizony-bizony csapattársak leszünk majd itt az Aston Villánál, és egy bizonyos Dino nevű edzőnk van, aki nagyon jó pofa és segítőkész, úgyhogy háláljuk meg a bizalmat, rögtön egy jó mérkőzéssel, jöjjön a Fulham elleni első meccsünk a Villa színeiben egyelőre csereként. És itt vagyunk a bejátszással, ő pedig itt Dino, és mellettünk az öreg Danny. No? Alex, you will start on the bench today. Aha. Watch you carefully, during our style of play. Az a terv, hogy a második fél időben jövök. Jól van. Mindent a győzelemért, gyerekek. Come on, boys! Csináljuk! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Győzni kéne, nem? Forza! Én is ezt mondom. Forza! Gyerünk, gyerekek! Jó pofa ez a Dino. Elsőre is nagyon szimpatikus. Szerintem jó helyre érkeztünk, 11-ek vagyunk a Villával eddig ugye a karrierben, a Norwichhoz, illetve a Newcastle-hoz tudtunk volna menni. Nekem a Villa volt a legszimpibb, úgyhogy ennek tükrében mutatkozzunk be szépen, tehát jöjjön az első mérkőzés az Aston Villa színeiben, srácok. Csereként jövünk 25 perccel a vége előtt, ha minden igaz. 8.0-as értékelést. Egy helyzet kreálást, illetve azt, hogy nyerjen meg a meccset, ezt várja el tőlem a mester. Én minden tőlem tehetőt megteszek, ez lesz az első meccsem, és igyekszek berobbanni Villába. Rögtön egy szabad rúgással jövünk befele, amelyet Jedinak ívelhet a kapu elé. Nem is rossz az! És Jordan kapus hárít. 0-0-ás állásnál érkeztünk, és bal csatárnak hozott fel minket a mester. Két csatáros hadrendben játszunk, de itt legalább csatárként az én valódi posztomon kapom meg a lehetőséget, a bizonyítása. Az pedig egy folt, Jedinak lépett oda, szabadrúgás lesz befelé. Izgatottan várom, hogy mit sikerül az első meccsemből kihozni. Az egy szépen kis tukkolt labda, és lehet indulni. Jedinak Sellerst játszotta meg, és indul belül Alex Hunter. Ale Hunter, gyerünk! Come on Alejandro, az egy jó passz, és a helyzet! Nem hiszem el. Magam is azt mondom, amit az angol kommentár. No, no, no. Hihetetlen, hogy ezt hogy hagyta ki a csapattárs. Igaz, hogy őt is én irányítom, de... De jobb lett volna az egy picit lejjebb menj, miközben Aite és Tom Kearney érkezik. Cavanigan és Leonard Cole helyére a Fulhambe. Tényleg karnyújtásnyira voltunk a góltól. Nem baj, semmi baj. Még bőven van idő ezt a meccset megnyerni. Az a lényeg, hogy nem rosszul kezdünk. Minden esetre Jedinak. Danny. Come on Williams, Danny, az egy kicsit volt csak hosszú a labda Jordan kapusé. Hát, bizonyítani kell itt Aston Villában, hogy esetleg még a szezon második felére visszatérhessünk Liverpoolba.
Ha nem, akkor lehet, hogy eltűnünk a sűjesztőben és csak angol ötödosztályú játékosok leszünk. Sosem lehet tudni, de természetesen mindig pozitívan kell a dolgokhoz állni. Ez is egy nagy lehetőség arra, hogy bizonyítsunk és folyton játék lehetőségünk lesz. Agbonlahor, aki amúgy egy nagyon jó futballista. Alex, nincs les, de nincs gól sem sajnos. Kivágja a védelem, és nálunk marad nem kis szerencsével, aztán újra az övék. Ej, mi lesz ebből? Na, nézzük csak. Az biztos, hogy meg tud lódulni belőle a Fulham. Ajajajajajaj. És Hutontól a szerelés Jedinak. Na nézzük, indulna Alex. És Alex majdnem megkapja a labdát. Nem sokon múlt. Szerencsére az idő tök lassan telik. Így az első meccsen még bőven lesz lehetőségünk a bizonyításra. Én azt sem bánom, ha a 95-ben, de rúgjunk egyet ma. Nagyon sokat számítana, persze pláne akkor, ha még azzal a góllal meg is nyernénk a meccset, vagy ha nem is győztes gólt, de gólt szeretnék lőni így az első meccsemen. Nézzük, de először is szereljük a Fulemet. Ez csúnya befejezés volt. Bizony, ezt megúsztuk. Ster kapus küldi játékba a labdát. Gabriel Agbonlahor irányába. Aztán most jövünk mi. There we go. Come on, Alex. Go on, Alex. Jajajajajaj. Az pedig szabad rúgás befelé. Na, elnézést. Folytassuk tehát. Jedinak szabad rúgással. Jedinak. Jól is jön középre, de mik ezek a befejezések, kérem szépen. Mik ezek a befejezések. Így nem lesz egyszerű gólt lőni. Forza, forza. Csináljuk. Indulna a Fulham, de ott van az öreg Lescott. Őt nagyon sokan ismerhetitek a Manchester Cityből. Hosszú-hosszú ideig Kompanival szerintem a világ legjobb első védő párosát alkották. Hát nem olyan nagyon hosszú ideig, de két szezonon át biztos. Sőt, talán még három is, úgy 2010-től 2012-3-ig nagyon jó volt a védő páros, és tényleg ők is voltak a főszereplői annak, hogy a City megnyerte a 12-es bajnoki címét, meg hát a 13-ast is, ugye? És most lehet megindulni ebből, gyerekek. Gyerünk, Alex. Go on, Alex, és leszerel a pöcs. Nem hiszem el. Hunter, és az én passzom meg valakinek a fejében akad meg. Vágod? Láttál már ilyet? Nem hiszem. Én is adhatném most ennek a résznek ezek után egy clickbait címet, de nem fogom tenni. Csak induljunk meg ebből valahogy. De miért fél órával később jön a passz? Ezt szeretném én megkérdezni. Amíg át sem ért a srác az a labda, én már nyomtam az Y-t, hogy indítsanak. De nem. És ez sem jó. Amúgy csak Widdingben vagyok ilyen balfasz még a 17-ben is. Widding kívül itt már szántottam volna 2-3 gólt. Így viszont vezet a Fulham. Aha, nagy a baj. Előny oda bizony. Woodward a gól szerzője. 1-0-ra vezet a Fulham. Szarban a haza. Nem baj, gyerünk tovább, csinálni kell. Nem szabad még föladni, egy gól, az nem gól, tartja a mondás. Most fogom kiegyenlíteni a tartozást. Figyelj! De, ha eltalálnánk a kaput, akkor mi vezetnénk 2-1-re már. De tök mindegy. Próbálok egy picit csendben maradni és ezáltal koncentrálni. Agbonlahor, de hát sehol nem jó az a passz Alexnek. Á, gyerekek, csak ne vereséggel debütáljak. Legalább egy gólt hozzunk össze, húzzunk egyet nekik. Ha nem is nyerem meg rögtön az első meccset, de nem szabad csalódást keltenem az új csapatnál. Egyből. Gabi Agbonlahor. Az helyzet, gól, Alex Hunter! Kiegyenlítünk, gyerekek! És ez volt az a pillanat, amivel egy bizonyos gát most átszakadt. Góllal debütálok! Hú, mint egy szeletkenyér annyira kellett nekem most ez a gól. Tovább, még egyel tovább, és jól érkezem.
Igaz, hogy most kellett a kapufa is, hogy beljebb csókolja a labdát. De a labda a kapuban. És a közönség Huntert skandál. Hát köszi srácok, jól esik a bizalom. Sikerült tehát gólt szerezni az első meccsen. 81. percben egyenlítünk, és ezt a meccset még meg lehet fordítani. De jó hallani a saját nevemet a hangos bemondónál. Gyerekek, itt sztárként kezelnek minket. Ezt meg kell hálálni. Meg kell hálálni a bizalmat is. Hozabet Sanchez gól! Hát nem pont így akartam meghálálni a bizalmat. Hozabed már is betalál, és 2-1 oda. Ő ugye már a Rayo labdarúgója. 2-1 oda. Gólgazdag meccs. Egy perccel az én találatom után jön a gép. És egyenlít. Na még egyet akkor. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Csináljuk. Hát lefoltoltak amúgy. Szerintem ott ellökték a játékosomat. Semmi gond. Semmi gond, cicó. A döntetlen a cél, úgyhogy arra még van bőven idő. Számomra ma a döntetlen a célkitűzés. Hiába nem azt kérték, hogy x-eljünk, hanem azt, hogy nyerjünk, de akkor is. Első meccsen azért az még nagy elvárás szerintem. Aztán amúgy nem, de nem baj. Na már, szerezzük már meg azt a nyomvat labdát. Hát nem olyan jó az az AI. Volt már ennél nehezebb FIFA is, amiben megálltam a helyemet. Például a FIFA 06-ban, na ott nagyon nehéz volt még PS2-n. Az volt szerintem a legnehezebb FIFA. Mindig úgy játszhattál nagyobb osztályú csapattal, mindig csak szar csapatokkal lehettél, és jobb csapattal akkor lehettél! Hogyha jó nehézség, azt hiszem minimum világklasszison, de lehet, hogy csak profin, amúgy idézőjelesen csak, mert akkor a FIFA 06-ban még a profin nagyon nehéz volt, az volt a második legnehezebb. Ott még nem volt legendás, csak világklasszis. Szóval minimum profin, azt hiszem bajnoknak kellett lenned az Aston Villával, vagy valami ilyesmi csapattal. De még nem is az Aston Villával, az túl jó lett volna. Az helyzet, és ezt be kéne lőni. Hunter! Nem hiszem el. Duplával nyithattam volna Birminghamben, de karnyújtásnyira hiányzott a gólhoz. Ez egy értelmetlen mondat volt, de... de nem baj. Az sokkal inkább nagyobb baj, hogy vezet a Fulham. És már csak pár perc van hátra a meccsből. Úgyhogy gyerünk tovább, fiúk, gyerünk. Valahogy nyargaljunk a kapu irányába. Az az övék lesz. És kivágják, és szerintem nem fog hosszabbítani a sporttárs. Arra való tekintette, hogy ugye 25 percre álltunk most be. És nagyon lassan telt FIFA szerinted az idő. Legalább egy asszisztot akkor hadd szórjak még ki. Az sem jön össze. Talán majd ebből Agbon Lahor, de hogy tudják ilyen sallagmentesen szerelni? Hihetetlen. Gyerünk. Megint, hogyha az első pillanatban tovább passzolja a gyerek, ezt berúgtuk volna. Így azonban jön a Fulham, és a Fulham lezárhat minden hátralévő kérdést. Nagyon lassúak a védők. Benit. Ne fújd le, miért fújod le? Nem hiszem el. El lehetett volna ezt simán engedni előnyszabállyal. Így azonban szerintem ezzel le fog telni az idő. Scott Parker, aki már mai napokban a csapat vezető edzője, ugye? Szöglet is? Még szerencsénk sincs, hogy kirúgás legyen. Ezt a Fulham már el fogja dugni. Scott Parker. Vereséggel debütálunk, de góllal. De góllal, az pedig... csak ne fújd le egyből! Lefújja. 2-1 a Fulhamnek. Vereséggel nyitunk tehát az új csapatban. Pedig most mennyire jól játszottunk. Sikerült egyből betrafálni. Hát nem érdemeltük meg ezt a vereséget sajna, de ilyen a futball. Megyünk tovább, gyerekek. Első meccs a Championship-ben. Hogy éreztem magamat? Probably going to take me a couple of games to get used to the differences, really bed in, but I've got a great set of teammates around me, so I'm sure I'll be properly settled in this league in no time. Lesz ez még jobb is, srácok. I'm just 17 years old and off the mark already with your first senior goal in the championship. 17 vagyok és de már megszereztem az első gólom a championshipben is. Gyerekek, most egoista leszek, de ez
egy a sok közül. Úgyhogy sokat fogok még lőni, gyerekek. Ezt most megmondom. Össze fogjuk még kapni magunkat mi. Hát sajna vesztettünk, úgyhogy ehhez mit tudnék most hozzászólni. Nem vagyok benne biztos, hogy a megfelelő taktikát választottuk. To be honest, I feel like we executed it well enough, but maybe it just wasn't the right plan for this game, but I guess that's not my call, is it? That's all, Alex. No problem. Cheers. Na gyerekek, túl vagyunk ezen is. Hát vesztettünk sajna, de gólt szereztünk, és szerintem tök jól toltuk ahhoz képest, úgyhogy még semmi nem veszett el, ez volt az első meccsünk, jó néhány meccsünk lesz még itt a csapatban, most ezt a physicalt fejlesztjük szerintem egyet. Szóval jó néhány meccsünk lesz itt még, hogy összekapjuk magunkat. Egyéni szempontból azért nem sikerült olyan rosszul a meccs, 8.0-ás értékelés fölött voltunk, gólt lőttünk. Szerintem tök jó passzaink voltak, sokszor helyzetbe kerültünk, helyzetbe és hoztuk a társakat. Első 25 perc, nem volt ez olyan rossz azért, nem volt ez olyan rossz. Jól van. Még Gerett is üzent nekünk, látom. Ellen Shearer is és Danny is. Viszont most Liga Kupa meccsön, úgyhogy nézzük, hogy mi fog történni ezután. Kezdőben leszünk, hogyha minden igaz, lehetett hinni az ábrán. De nézzük az átbeletet. Ez az! Köszönöm, Dino! Akkor jó volt a megérzésem. Jó kupa menetelést szeretnénk, és kezdőként kapjuk meg az esélyt a Fulham ellen. Hát ez egy olyan lehetőség, illetve a QPR ellen, bocsánat. Ez egy olyan lehetőség lesz, gyerekek, amit kegyetlenül ki kell használni, és Dennyvel együtt kezdünk ott elő. Nem tudom, Williamsnek hogy lehet 76-os kártyája. Amúgy sokkal jobbak leszünk majd a játék folyamán nála, de... Na mindegy. Most a Queen's Park Rangers ellen jövünk, gyerekek. És hazai pályán, a Villa Parkban. Jó lenne oda-haza győzelemmel debütálni, és legalább a Liga Kupában jól kezdeni, úgyhogy ez legyen előttünk, fiúk. Én azt mondom, ez legyen előttünk. Szurkoljatok nekem a kijelzők előtt. Ott vagyunk végre kezdőként. Először, de biztos, hogy nem utoljára. Hunter. Go on, boys. Gyerünk, fiúk. Csináljuk. Meg kell, hogy csináljuk. A közeg nagyszerű egyébként, tényleg tombol a lelátó. És teltház a Villa Parkban, ez egy nagyon jó kis stadion amúgy. Úgyhogy, hú. Gyerünk, meg tudjuk csinálni. Ha minden igaz, mi kezdjük a meccset egyébként. Tudjunk a kezdőkörben már Dennyvel. Oké, mi kezdünk, nagyon jó. Ott a zsuga a kezdőkörben. Gyerünk, gyerekek! Showtime! Adjuk meg ezt a győzelmet a közönségnek. Csináljuk meg. És akkor itt vagyunk tehát a Villa Parkban. Ahol ugyanis Aston Villa, Queen's Park Rangers Liga Kupa mérkőzést rendeznek. A Liga Kupában egy komoly menetelés a terv, úgyhogy ez lesz előttünk, azt gondolom. Mutassuk meg, srácok, hogy ki az az Alex Hunter, és reméljük, hogy nagyszerű duót fogunk Williams-szel alkotni. Csatárként kapjuk meg a lehetőséget, és ebben a pillanatban útjára indult a labda, 2x45 perces útjára, de hogy hol áll meg, az majd kiderül. Egyébként a rendkedvéért itt még 2x45 perces meccs van, és döntetlen esetén ugye hosszabbítás, most már napjainkban így a FIFA 19-ben is azonnali büntető párba jön, hogyha a Liga Kupában döntetlen a vége. Most már ezek a szabályok vannak a Liga Kupában, 2 évvel ezelőtt még klasszikus módon döntöttek döntetlen esetén. Ugye az FA Kupában van még az a régi szabály, hogy döntetlen esetén, azt hiszem az elődöntőig vagy a negyed döntőig igen. Szóval ott még az a klasszikus régi szabály, döntetlen esetén újra játszott meccs. Ez most nem az, úgyhogy gyerünk, mutassuk meg, srácok. Igazából nagyon fontos számomra is, hogy egy jót meneteljünk a kupában. Mutassuk meg igazából, hogy nem kell sajnálni a Villát. Miközben Baker szerez labdát, aztán miénk a bedobás is. Baker, Juton, szeretnék legalább a Liga Kupában győzelemmel debütálni, pláne hazai pályán. A szép, Hunter, még egyszer, és nem volt az lesz elvileg, Danny Williams, Alex Hunter!
Azt a rohadt életbe, gyerekek. Ez gyönyörű volt, Vili. Kösz a labdát. Azt majdnem, gyerekek, bevertük. Még súrol. Sőt, ez kapufa volt. Nem. Éppen, hogy nem. Azt a mindenségit. Hát ez nagyon közel volt. Hát így tovább, gyerekek. Még egyszer így helyzetbe kerülünk, az lehet, hogy már a kapuban köt ki. Jó volt a lövés, messze nem lőttük ezt olyan 20 méterekkel fölé, mint már sokszor korábban. És épp hogy szerelik Denit. Jó kis csapat a QPR is, ugye? Nekik is van első osztályú múltjuk, de ők jobban a pénzzel voltak első osztályúak. Könnyen kiestek amúgy. 2013-ban azóta a Championship-ben vannak. Ez most egy rossz passz volt. De jó lett volna megzavarni a kapust. Nem eszik olyan forrónak ását, ugye? Deni. Alex. Most én adtam egy szép passzták Bonlahornak. Csak aztán elhal sajnos a támadás. Most azonban küzdök a labdája. Nem szabad nagyon lefárasztani magunkat. Hosszú meccs lesz ez még, úgyhogy nem nagyon kell hátrafutni mindig. Az nem rossz szám. És gól! Egy assziszt van, bizony! 1-0 ide! Vezetünk! Nagyon-nagyon jó! Ez most kellett, srácok! Gólpassz a nevünk mellett, nem Danny Williams a gólszerzője, de egy szép gólpasszt adtunk és vezetünk. Nagyon jó! Bravo! Ez az! Éreztem, hogy előbb-utóbb eljön az én időm is. Akitett labda szélre, Hunter, középre, és hibátlan a befejezés. Ezzel a találattal vezet az Aston Villa. Gary Gardner érkezik, és a 17. percben előny ide. Nagyon jó. A Villa Park pedig boldog. Csináljuk tovább. Jön a QPR. Hoppá. Lesz ebből bármilyen helyzetecske? Így úgy tűnik, hogy nem. És mi dobhatunk majd. Nagyon jó. Hutton. Jedinak. Adama, Jedinák, Alex, most sajnos leszereltek, egy assziszt már a nevünk mellett, tehát ez a meccs már egyéni szempontból szintén nem zárulhat olyan nagyon rosszul, ha minden igaz, az viszont a vendégek előtt egy nagy helyzet, Lescott, most mutatta, hogy miért is olyan jó védő még mindig, amúgy már visszavonult a való életben, Hunter, Gary Gardner kérte, Williams, Hunter, azt a mindenségit, mekkorát szerelt a védő, Lemli pedig megfogja a labdát, most nagyon közel voltunk, srácok, a gólhoz, az még meg is lehet, majdnem meg is lett, és miénk a szabadrugás, nagyon jó, miénk a világ, nem jött össze, Denit meg kellett volna már játszanom, ezt előnzőztem sajna, nem gáz. Csináljuk tovább. Előnyben vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon távoli lövés volt. Szerencsére a kapura nem jelentett túl nagy veszélyt. Úgyhogy folytassuk. Gyerünk. Alex. Indul Adama. És Adama szépen indulna. Danny Williams. Hol van az Alex Hunter? Nagyon elaludt. Én pedig eladtam így a labdát. Lescott megint visszaszerzi. Hát ez hihetetlen. Aztán egy rossz passz. Kicsit sokat erőltetem ezt a kiugratást az Y-nal. Lehet, hogy nem kéne. FIFA 19-ben jobban megy. Maradjunk egyelőre itt a sima és tuti passzoknál. Még nem engedhetem meg azt, hogy ennyire önzőzzek. Minden. Az pedig egy rossz passz, vagy egy szabálytalanság volt. Szabad rúgás befelé a Queensnek. Borsiuk végzi majd el. Fölugrik a fal. És Ster. Indul az Alex. Most kapta. Oj, de szépen egy csellel. Hey! Lefoltolnak aztán. Miénk a labda. Gyerünk, gyerekek. A közönség nem kicsit hördült föl. Azért jó érzés, hogy így szeretnek minket. Aztán lehet, hogy a faltnak szól ez a fűt biztos. Danny passza pedig épp, hogy megakadt, pedig nagyon szépen beindultunk. Úgy érzem, hogy ma is betalálhatunk, hogyha ez így megy tovább. Nem játszunk rosszul végre, és a csapatnak is egész jól megy, azt gondolom. Na, az egy jó passz volt. Hunter, igaz, hogy ezzel kapura nem tudok most törni. Ha csak, ki nem cselezem a védőt, de kicseleztük, úgyhogy miénk. Kapura ettől független nem tudok törni.
Danny Williams levágódik. Szöglet lesz majd befelé. Hát nem sikerült a legtöbbet ebből kihozni most Danny a szöglettel. Aztán leszkodték középen. Alex! És nem értük el. Lömli kapusé a labda. Pedig rajta voltunk ezen bizony. Lömli. Hewton. Az nem jó. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Perch. Nála van most a labda. Alex Hunter, Danny Williams. Vissza akartam tenni Alexnek, nem így terveztem, na mindegy. Ott kéri már a Hunter, de épp hogy nem ér el hozzá a labda. 3 perc az első fél idő hosszabbítása. Megint a leszkott. Jó az öreg róka a háznál, srácok. És szerintem így lassan véget is ér az első fél idő. Így van. Hát 1-0-ra vezetünk, egy gólpasszt sikerült ez idáig jegyezni. Nem rossz a teljesítményünk, mint egyénileg, mint csapatszinten, és jön kettős csere, Jedinak és Shellers le, Westwood és Jack Grail is följön. Gary Gardner góljával és a mi gólpasszunkkal ezzel egy időben, ugye, vezetünk 1-0-ra. Jön a második fél idő. Legalább ezt az 1-0-át jó lenne megtartani. Az pedig, miért volt fault? Ugyan már túl könnyen megadta magát a bíró. Szabadrúgás befelé. Második félidő 3. percébe lépünk. Az egy szép fejes, de ott van Ster. És ő fogja a labdát, és indul a Danny Williams. Oj, Williams! Épp hogy nem ért el. Picit hibázott a védő, nem tökéletesen vette át a labdát. Az Alex könyörtelenül kihasználhatta volna, nem jön össze sajnos. Aztán a miénk Joe Bennett. És lehet indulni Gary Gardner. Gardner, Alex. Szépen tartjuk meg, és a tovább tett labda gyönyörű volt. És én ugrottam ki, és 2-0. Gólt szerzünk az első meccsünkön a Villa Parkban. 2-0 gyerekek. És ez egy nagyon komoly előny a gólpasszunk után. Lövünk egy gólt. Gyönyörű labdát kaptam, ez most célba ért, és nem hibáztam kulcsmomentumban. 2-0 a mi javunkra. Hunter nevét skandálja a közönség. Azaz srácok, ez a labda is a kapuban köt ki. 2-0, végre már a szerencse mellénk áll, úgy tűnik. Jó helyre érkeztünk. 2-0 az 51. percben Alex Hunter. Ez az. Alex Hunter. És most már tényleg úgy érzem, hogy megszerettetem magam a közönséggel. Hát így tovább. 2-0-ra vezetünk tehát. Ez már egy elég jó eredmény, ráadásul a Queensnek ezek után ki kell támadnia. Ajajajajajaj! Hoppáster! Ugye azért lesz jó, hogy ők kitámadnak, mert azáltal megint csak föllazul a védelmük. Egy 3. góllal pedig bevihetnénk a kegyelemdöfés, Danny. Nem túl jól sikerült ezt megoldania sajnos. Talán majd most, igen, miénk a labda. Alex. Nem rossz a passz, Danny Williams. Indul Alex Hunter. Indul Alex Hunter. Hunter nagy helyzetben. Hunter helyzete. Hunter! Oldalháló. Nem hiányzott sok ehhez. Bizony nem. Szépen lőttünk kapura. De egy picivel kaput téveztünk. És Danny Williamsnek eddig tartott a meccs. Jordan Ayew váltotta. Kihasználta ezzel mesterünk a 3 csere lehetőséget. Ez pedig azt jelenti, hogy ezt a meccset biztos, hogy végig fogjuk játszani. Nagyon jó, ennek csak örülni tudok. Nagyszerű a közeg, jó csapatot választottam szerintem. Gardner, Jordan Ayew. Gyerünk tovább, csináljuk. Hát akkor ezt is be lehetett volna fújni, előnyszabály minden esetre. Nem használjuk ezt ki egyelőre, Westwood. Ohoho! Oj! Oj! Ez mi volt? Púrsot a javából. Ezt nagyon gyengén találtuk el. Én kérek elnézést. Sandro a QPR-ban. Na ez nem az ex-barcelonás Sandro Ramirez, annyi biztos. De hogy ki ő, azt nem tudom. De cseréltek. Cseréljenek Lömli helyett is egy csatárt a kapus helyére tehát. És akkor még lehet, hogy vissza tudnak kapaszkodni. Ezt a meccset én már nem fogom kiadni a kezeim közül. Jordan Ayew. Lemaradt egy vendégjátékos.
Nem rúgom ki a labdát, ezt Hodzi elrúgják ki ők, ha akarják. Föl kell majd, ha akar. Na nézzük, Perch. És az is a miénk, de ez már szabálytalan volt, a spori szerint Gardner. Jó, cserél a Queens, 69. perc, ez már Onoa küldi föl a labdát. És indul az Aston Villa, de nem jó ez a passz, se 9.0 alá ne adjuk azért a ratinget. És 92-n vagyunk, vagy 9.2-n, kinek hogy tetszik. Maradjunk a 9.2-nél, az a hivatalos, Ster pedig hárít. Na srácok, vigyük be a kegyelemdöfést. Na majd most. Jordan Ayew ellökik, de még a szabályosság keretein belül egyértelműen. 73. perc. De vajon még mire lesz idő? Lesz ezen a meccsen még nagyobb izgalom? Nem szeretnék már. Jól van, 75. perc, amiért 82-nek tűnt. Én vagyok a vak, elnézést kérek, félszemmel néztem oda. Hughtoné lesz az a labda. Jó, Lescott ma nagyszerű volt, a védelem legjobbja volt szerintem. És egy ilyen rutinos ókával bizony nagy esélyünk lesz majd a rájátszásra. Meg kell csinálni gyerekek valahogyan. Föl kell kapaszkodni a bajnokságban, és ott sajna vereséggel debütáltunk, de hát hosszú még a szezon. Hunter. Megint leszereltek, hihetetlen. Na, az a miénk, nagyon jó. És Hunter szépen visszajött. És indulunk. És Bennett aszfalt, és ez lapot kell, hogy érjen. Így is van. Sárga lapot kapott Engi Bakoto. Én nem tudom, hogy kell ezt kiejteni. De mindegy. Van egy nevet, tesó. Hunter! Megfogta Lömli. Hihetetlen. Beengedhetted volna, kapuskám. Beengedhetted volna. Két gól, egy gól passz az azért több, mint szép teljesítmény lett volna. A gól passz is az persze. És így mi voltunk ennek a továbbjutásnak szerintem a főszereplői. Azért nem jó passz. Semmi gáz. Ez már a 86. perc, most már tényleg zsebben szerintem ez a továbbjutás. Innen, ha kikapunk, azt már meg is érdemeljük bizony. De hát ilyenről szó nem lesz. És lehet, hogy én vagyok a meccs embere. Joe Bennett lett, nem értem, hogy hogy, de ő lett. Minden esetre. És kivágja a védelem, de tényleg nem értem, hogy Joe Bennett a meccs embere. Na mindegy. Én most egoista vagyok, de szerintem én voltam ma a legjobb. Azt tud. Jó. Nem jó. 3 perc a ráadás, talán még egy becsület gól. Nem, ez sem lesz meg a QPR-nak. Én pedig nem tudtam jól levenni, de a legfontosabb most az, hogy megvan a győzelem és a továbbjutás, srácok. 2-0-ra megvertük ugyanis a Queen's Park Rangers. Alex Hunter gólt szerzett és kiosztott egy gólpaszt. Szóval egyénileg és csapatszinten is tökéletesen alakult ez a mérkőzés, az első meccsünk a Villa Parkban. Jó, most már a bajnokságra is lehet koncentrálni, és tényleg mehet tovább a Liga Kupa menetelés. 5 lövésünk volt, amúgy egy gólt szereztünk. 2-0 a vége tehát. És kíváncsian várom, hogy lesz-e meccs után interjú, vagy akármi. Minden esetre ez most nagyon kellett. City 5-5 rúgott a Bournemouthnak. Na mindegy, most magunk a legfontosabb, hogy mi nyertünk. Kezdők voltunk, ugye gólt szereztünk, gólpaszt osztottunk ki. Minden jó volt, azt kell, hogy mondjam. Jól van, 2-0 a QPR ellen. Tehát megvan a Liga Kupában a továbbjutás. Nagyon jó. Én pedig innen folytatom a következő részben, srácok. Úgy tűnik, hogy megérkeztünk a legjobb helyre, a lehető legjobb helyre. Jól toljuk egyelőre itt a Birminghami csapatnál. 16-ak vagyunk csak a ligában,
egyből egyszer kikaptunk, de itt még hosszú lesz az út. A kövi részben még nem tudom pontosan ki ellen játszunk, de igyekszek javítani és a ligában is győzni. Úgyhogy köszi a figyelmet, srácok, innen folytatjuk a következő részben. Sziasztok!